valamelyik megfelelő rendeletének elfogadása előtt vagyunk. Ez pedig az éves költségvetési rendelet, melynek tervezetét a törvényi előírásoknak megfelelően február 15-ig elkészítettek a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai, és kiküldték a közgyűlésben helyet foglaló frakciók vezetőinek és a bizottsági elnököknek észrevételezésre. Ezeket a véleményeket 25-ig várjuk, és 25-e után fogjuk ezeket megvizsgálni, és ez alapján a vélemények figyelembevételével terveink szerint még ebben a hónapban a polgármester úr a közgyűlés hatáskörben eljárva el fogja fogadni ezt a költségvetést. Azonban ez attól is függ, mennyi módosítási javaslat érkezik be ezzel kapcsolatban február 25-ig a polgármesteri hivatalba. A jelenlegi rendelettervezet 55%-át fordítják majd olyan fejlesztések befejezésére vagy tovább gördítésére, amik már folyamatban vannak. A többi a város működését szolgálja. Több mint 18 milliárd forint a költségvetés főszege bevétel kiadás oldalon. Ennek az egyik része a már elindult, meglévő, illetve folyamatban lévő pályázati pénzeknek a felhasználása, ami körülbelül egy 10 milliárdos nagyságrendű összeg. Az elkészült terv egy mobil költségvetés, hiszen várható még az év folyamán egyéb beérkező forrás is. Ebben a költségvetésben nincsen benne helyi adókompenzáció. Erre még várunk, hiszen az egyeztetések még zajlanak. Hogyha ezt megkapjuk, akkor azzal ki fogjuk majd egészíteni, és újabb fejlesztéseket fogunk majd bevonni. De a legfontosabb most az volt, hogy ezen pályázatok megvalósuljanak, és a működő képesség biztosítva legyen. A Tolnai megyeszékhely vezetője hozzátette, közel 7-800 millió forintos támogatásra számíthat még Szekszárd a magyar kormánytól.